November 26-án a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben megrendezett egészségi nap keretei közt több mint 15 féle szűrővizsgálaton vehettek részt az érdeklődők. Emellett tájékozódhattak a prevenciós, azaz a megelőzéssel és a szenvedélybetegségekkel összefüggő lehetőségekről is. A rendezvény főszervezője a kórház egészségfejlesztési irodája volt. Az Hatvani Albert Schweitzer Kórház járóbeteg szakrendelőjének alulájába az adventi készülődés jegyében került megrendezésre a mai egészségnapi rendezvényünk. A mai szűrővizsgálatunk alkalmában számtalan orvosi szakvizsgálatra is volt lehetőség, így az érsebészeti, urológiai prostataszűrésre, nőgyógyászati szűrővizsgálaton, szájüregi szűrésen vehettek részt, valamint szemészeti szűrésen, illetve készíthettek EKG-t is. A rendelőintézet aulájában egészséges termékeket kóstolhattak és vásárolhattak a megjelentek, illetve tanácsadásokon vehettek részt, míg az emeleten a szűréseket végezték el. A mai napon igénybe vehettek dietetikai tanácsadást, mozgásrendszerrel kapcsolatos gyógytornászok által tartott tanácsadást, intim torna tanácsadást, dohányzás leszoktatást, illetve a védőnők bevonásával egészséges csecsemő táplálások tájékozódhattak, illetve drog, alkohol és dohányzás prevencióval kapcsolatban. Az egészségfejlesztési irodánk azon kevés irodák közé tartozik, az országban szám szerint 6 olyan egészségfejlesztési iroda van, aki ebben az évben a Lelki Egészség Központként is működik tovább, és a Lelki Egészség Központ révén jöttek hozzánk az Országos Tiszti Orvosi Hivatal munkatársai, főleg így a karácsonyi készülődés jegyében, hogy egy kicsit megnyugodjunk, ezért fontosnak tartottuk, hogy a stressz szintünkkel is foglalkozzunk, hiszen az adventi időszak, a nyugalom, a béke, a család és a szeretetről kellene, hogy szóljon. 60-ban már több éve végeznek a jól ismert vércukorszint és vérnyomás mérésen kívül lisztérzékenységi vizsgálatot is, azonban ez alkalommal jelent meg a legnagyobb számú érdeklődő. A lisztérzékenységi szűrés az egy újbegyből vérzett, nagyon egyszerű kis vizsgálat. Pár perc alatt 99%-os megbízhatósággal kapunk eredményt, és akinél ez a lisztérzékenységi vizsgálat pozitivitás mutat, az további szakorvosi vizsgálatra utalva földeríthető a valódi lisztérzékenység áll-e a hátterében, és ugye a lisztérzékenységről köztudott, hogy a liszt lisztes ételek vagy gluténmentes étkezéssel teljesen kordában tartható a betegség, és teljes panaszmentességet lehet elérni. Jelenleg nagyon divatos gluténmentesen étkezni. A társadalomban a gluténszenzitív enteropátia, tehát a lisztérzékenység, vagy más néven cöliákia gyakorisága 1-100. Fontossága viszont nagyon nagy, hiszen a nem diétázó lisztérzékenyek körében a későbbi életkorban előforduló emésztőszervi daganatos betegségeknek az esélye sokkal nagyobb, mint a normál populációban, 30-szoros a normál populációhoz képest. Ezért is nagyon fontos, hogy szűrjük ezt a betegséget, hiszen nem mindig típusos formában jelentkezik. A szűrés gyakorlatilag a technikája hasonlít az összes többi szűrővizsgálathoz, hiszen egy újbegyből vett egy csepp vérből történik a vizsgálat, aminek magas a szenzitivitása, tehát akit itt ki tudunk szűrni, annak nagy esélye van és pozitív, hogy valóban lisztérzékeny. Nem mutatható ki ezzel a vizsgálattal akkora lisztérzékenység, hogyha a betegnek egy bizonyos immun eltérése van, ha IgA hiányos. Ezeket a kiszűrt eseteket, illetve a pozitív eseteket szoktuk aztán gasztroenterológiai továbbvizsgálatra küldeni. Emellett más, kevésbé ismert szűrővizsgálatokra is igény mutatkozott. A bokakorindex vizsgálat egy teljesen egyszerű, fájdalmatlan beavatkozás, amivel a rejtett perifériás érbetegségeket lehet kiszűrni, ezáltal megelőzhetőek az úgymond némán kialakult, vagy lappangva kialakuló stroke betegségek. Ez egy fekvőhelyzetben mért vérnyomásmérés, ami egy időben méri a felkaron, illetve az alsó végtagon a vérnyomást, és ennek a hányadosából következtetni lehet az erek állapotára.
Az egészségnap szervezéséhez és sikeres lebonyolításához több civil szervezet és intézmény is hozzájárult. Ennek is köszönhető, hogy a november 26-án megrendezett adventi egészségnapon közel 160 érdeklődő vett részt. Thank you.